Üdvözlök mindenkinek, ez is Szörr vagyok, ez pedig itt egy újabb anime figura bemutatók lesz. Ezúttal pedig egy dupla figura bemutató lesz, nevezetesen Fullmetal Alchemist Eduardo Enrique és Fullmetal Alchemist Alfonso Enrique, akik az azonos nevű Fullmetal Alchemist nevezetű című animében szerepeltek. Aki nem ismerni az animét vagy a mangát, takarodjatok megnézni most! Ez az egyik legjobb anime, amit valaha láttam. Nagyon király, nagyon jó. A manga is ilyen király lett, mivel igazából ugyanaz dolgozza fel. Én a Fullmetal Alchemist Brotherhoodot láttam. Az eredeti Fullmetal Alchemist anime viszont egy másik irányba kanyarodik el, ahhoz még nem volt igazából szerencsém, de tervezem azt is megnézni, viszont a Brotherhood az marha jó volt, az nagyon király volt, ezek a karakterek baromi jók, a történet nagyon király, nézeti magát az egész, úgyhogy menjetek azonnal megnézni, akár most állítsátok le a videót és nézzétek meg, ha még nem láttátok. Szóval akkor itt lennének a dobozok. Miért vagytok még itt? Mondtam, hogy állítsátok meg és nézzétek meg, ha még nem láttátok. Szóval akkor itt lennének a karaktereknek a dobozaik, nézzük meg először Erik úrnak dobozát, ami látható maga a karakter, ott a harci pózba, egyszer komolyan, egyszer matricázva, szintén harci poz, szintén komolyan, és még néhány beállítás, és természetesen a másik figura ugyanúgy alfaznál, szint úgy lehet látni a karaktert. Hátulról matricázva, és igen fej nélkül, futva, macskázva, és még néhány beállítás, természetesen a másik figurával együtt, és mindig kettőnek az olyan egy kissé viccesebb kép. Mivel senki nem ezekre kíváncsi, nézzük meg magukat, a figurákat, akik szintúgy a Nendoroid sorozatban lettek kiadva, és baromi jól néznek ki együtt, nagyon király maga a kialakítás, tényleg adja az mind a Nendoroid, mind pedig az animének a stílusát, nagyon tetszik ez az összemosás, szerintem baromi jól néz ki. Ezeket most kivételesen tőlem kapta Hikari, igen, néha ilyen is van, és igen, Alphonse az öcsi, és Edward a báty, és nem azért kicsi, mert törpe. Nem azért, akik látták az animét, tudják, miről beszélek. De akkor nézzük is meg magukat, a figurákat. Kezdjük először Edwarddal. Sajnos van egy hibája, de szerintem ennek a figurának a hibája, ez a bal kéznek a könyök ízülete egyszerűen kijön. Nem kattam be, próbáltam benyomni, hogy lehet látni, ott egy kis bütyök ki is lóg. Próbáltam összenyomni fogóval, sikerült is, de mint elmozdítottam, megint kilazult az egész, lehet látni, hogy most is jön szét, egyszerűen nem akad be, nem akad össze. Teljesen biztos vagyok benne, hogy ez most csak és kizárólag ennek a figurának az egyedi problémája. Nem le van törve, csak nem pontos egyáltalán a berendezés, és ugyan megtartja, mint látjátok, de sajnos néha kiszokott jönni. De ez mit sem változtat a figura egyébkénti baromi jó kinézetén, tényleg nagyon adja a karaktert, tényleg nagyon király, mind a ruhája, hogy igazából mintha fújná a szél. Nagyon, nagyon király lett. Nem lehet pozícionálni magát a ruhát, de szerintem ez így teljesen rendben van. De ha már pozícionálhatóság, akkor levesszük a talapzatról, és nézzük meg akkor magának a figurának a pozícionálhatóságát. A fej egy ilyen hamis gömbizületen találhatom, ezt jelenti, hogy jobbra-balra tudja mozgatni a fejét, és ott lehet látni a vájátot, hogy hol lehet le fölmozgatni. Ennyire tud felnézni, ennyire tud lenézni. A cofé egy ugyanolyan hamis gömbizületen található, bár nem értem, hogy miért bőr színű, érdekes karját. Ennyire tudja felemelni. Egy-egyes. Könyökizület. Egy tekerentyű a karján, egy tekerentyű az öklén. Nagyon-nagyon erős derék tekerentyű. Egy hamis gömbizület a lábánál föl le tudja mozgatni, és jobbra-balra. Ennyire tudja felemelni a lábát, ennyire tudja hátremelni. Nagyon fura terpeszt tud csinálni. Egy tekerentyű a talpán, és egy nagyon-nagyon icipici lábúj pozícionálhatóság. És természetesen az állványon ugyanúgy egy nagyon erős tekerentyűben, amit bárhol bele lehet rakni, és egy, kettő, hoppá, szóval egy, kettő és három ilyen könyök ízület. A talapzatot természetesen a hátában lévő lyukba lehet belerakni, mennyivel jobban szeretem ezeket a talapzatokat, te jó Isten, és tökéletesen megtartja a figurát, semmi probléma nincs itt. De akkor nézzük a figurának a rohedli kiegészítőjét. Kezdeném a kezekkel, mert bizony van belőle jó pár. Szerintem, aki látta az animét, annak nem kell magyaráznom, hogy ez mire való, de egy ilyen nyitott tenyér, egy ilyen fogókéz, ami az egyedül az első részben szerepelt buzogány, ami Ednek az arca is található, két ilyen elektromos kisülés a karjaira, egy alternatív, hát ilyen alsó test, amit ugye le lehet cserélni, ez nem ugye úgy pozícionálható, hogy ezt lecseréljük. Egy alternatív behajlított térdizület, egy alkímia fal, és aki mire gondolom minden anime fan várt, hát nem hiába hívják Edet az acél alkimistának, ő neki ugyanis egy ilyen
nem robot keze van, hanem ilyen protézise, ilyen autó automatonja, javítsatok ki a kommentekbe. Szóval egy fém karja van, ami nagyon-nagyon-nagyon szépen meg lett csinálva, nagyon szépen le lett festve. Az itteni köpenyének darabjai itt szét vannak szakadva, nagyon királyul megcsinálták ezt. A pozícionálhatóság ezen teljesen ugyanaz, mint a másik kezén. És természetesen egy alternatív kar ehhez, ami a fegyvere. Ez egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon király, bár azt sajnálom, hogy úgy kell lecserélni, hogy a könyökizületet kell kipattintani a helyéről, és úgy kell belerakni ezt a másikat, de ez eszméletlen király. És még lenne itt egy kiegészítő, a fejek. Igen, ez itt egy maci. Ezt is gyorsan akkor bemutatom, ehhez nem készítek külön videót, amiben lehet tárolni a fejeket ilyen jópofa kis módon, kettőt is beleraktak. Természetesen, és egyébként ilyen üres kis műanyag az egész, ezért nem értem, hogy miért olyan rohadt drágán adja. Poén, hogy kapott egy ilyen lyukat a hátára, úgyhogy rá lehet rakni a nendoroid talapzatra, érdekes. És még ugye két arc, egy ilyen mosolygósabb, ami szerintem az egyik legjobb, és egy ilyen nagyon-nagyon vicces, amikor őrjöng Ed. Természetesen az arcokat ugyanúgy kell lecserélni, mint ahogy eddig. Eltávolítjuk a fejet, kihúzzuk a hajat, ezt kivesszük belőle, belerakjuk a másik fejbe, visszatesszük a hajat, visszatesszük az előső hajat, és visszatesszük a testre. Szóval egy nagyon király figuráról beszélünk, természetesen majd csinálok a videó végén képeket a kiegészítőkkel, de most akkor nézzük meg a tesót is, aki egy nagyon király páncélt kapott, egyszerűen király, nagyon-nagyon-nagyon menő ez a figura, sokkal nagyobb a talapzat, sokkal nagyobb a figura, mint a szimpla Nendoroid figurák. Baromi jó munkát végeztek szerintem. És a részletek is azért nem semmi, most leveszem a sisakot. Ez ugye szimplán egy sisak. Nem spoilerezek, nézzétek meg az animét, de azért ezeket a picike részleteket azért szeretem. Tényleg. De akkor le is szedem erről az állványról, és akkor meg is nézzük a figurának a pozícionálhatóságát. A feje ugyanúgy egy hamis, ilyen gömbizületen található, amivel jobbra, balra föl le tud nézni. Ennyire tud felnézni, ennyire tud lenézni, a karját teljesen körbe tudja forgatni, ennyire tudja kiemelni, tekerentyű a karján, egy picike egyes könyökizület, egy tekerentyű az öklénél, egy tekerentyű a derekánál, ami nagyon jó, és itt a lábánál egy nagyon érdekes megoldása van, ugyanis itt oldalt hiányzik ez a rész, hogy tudja mozgatni a lábát jobbra-balra, és ugyan nincsen tekerentyű, bár lehet van, de nem akarom erőltetni, de így tudja mozgatni a lábát, ekkora terpre ezt tud csinálni. Egy egyes tértizület és egy gömbizület a talpában, amivel nagyon jól bele pozícionálni a lábát. Picit boomsli, picit boomfordi, de szerintem teljesen rendben van. Pozícionálni annyira nem lehet, az igaz, de igazából nem is kell. Hát szerintem így nagyon királyul néz ki. És teljesen ugyanaz a talapzat, csak egy nagyobb, ugye, talpon található. Akkor nézzük is meg a figurának a nem túl sok kiegészítőjét, természetesen a szokásos nyitott tenyér, az anime miatt nézzétek már meg. Két alternatív fej, amik szerintem nagyon poénak, viszont az egyik az a, ez a, szerintem az a varban van fej, ez pedig a félős fej, viszont volt egy ilyen alvós vagy unott fej, ami ugyanez a száj, viszont ilyen csukott szemek, szerintem az egyik helyet azt kellett volna adni, mert igazából tök ugyanaz a kettő, csak itt vannak a vonalak, itt pedig a szeme alatt, de egyébként így is nagyon király. És még ez szerintem a sima animébe volt, a Brotherhoodban nem láttam őket, két kis cica. Amik mire jók, nem csak arra, hogy itt legyenek, hanem az, hogy a sárgát azt ide föl lehet tenni a vállára. Fehéret pedig, ha akarjuk, ne essél ki. A fehéret pedig, ha akarjuk, akkor leszedjük innen a mellkaspáncélt, és be tud ülni ide. Ne kérdezzétek, nézzétek meg az animét. A fejet pedig tök egyszerűen le lehet cserélni, kihúzzuk a hajat, leveszük a fejet, belerakjuk egy másik fejbe, amit szeretnénk föltenni, ezt elfelejtettem, hogy kell venni a fejből, és szépen rátesszük a másik fejet, ami nagyon-nagyon groteszk, de szerintem baromi jó. Viszont most vettem észre, hogy itt kettő ilyen panel van, ezt mintha elrontották volna, ezt nem kellett volna rányomtatni, mert ott már eleve rajta van. Mit lehet végső soron elmondani a figurákról? Baromi jól néznek ki, nagyon tetszenek, nagyon király, nagyon jól néznek ki együtt. Ez az egész Fullmetal Alchemist téma nekem nagyon bejön. Tényleg minőséginek érződik a figura, tényleg ez a már fejlettebb Nendoroid figurákhoz való, már a talapzatból is ugye lehet tudni.
Érdekesek ezek még mindig ezek a kiegészítők, hogy mintha pozícionálni lehetne Edwardnek a lábát, de igazából rendben van, és igazából Alfonnak a pozícionálhatósága is okés, csak ugye egy böhömebb, nagyobb és kicsit... Hát az ízületei azok nem a legerősebbek ehhez a nagy testhez, de igazából rendben van, el lehet vele lenni, és ez természetesen nem játékra való, mondanom se kell, ez inkább mondanám stop motionhoz, de az ízületek miatt nem a legjobb, viszont mint szoba éke, mint dísz, nagyon-nagyon-nagyon királyul néznek, és ugye lehet pozícionálni mindenféle pozícióba. Úgy maradnak, úgy vannak, de ugye nem kifejezetten játékra valók, de nagyon szépek, nagyon minőségiek, úgyhogy csak ajánlani tudom őket. Nektek hogy tetszettek a figurák? Mondjátok el a véleményeteket kommentben, hogyha tetszett a videó, akkor nehogy lájkolni merjétek, nehogy felmerjétek iratkozni, mert akkor állam örökké üldözni fog benneteket. És akkor a legközelebb videóig pedig... Sziasztok, nézzétek meg az animét! Yeah!